A kollagén fogyasztás napjainkban reneszánszát éli. Egyre többen használnak ilyen kiegészítőket. Ettől várják az örök fiatalságot, illetve a szépséget. Által kollagént fogyasztunk, szebbek leszünk, fiatalabbak maradunk, jobb struktúrája lesz a bőrünknek. Nézzük meg, hogy mire jó is egyáltalán a kollagén. Tehát mi ez a kollagén? A kollagén az egy fehérje molekula családnak a gyűjtő neve. A kolla görög szóból származik, ami ragasztót jelent. Tulajdonképpen a kollagén összetartja a szervezetünket, a szöveteket, a sejteket. Egy strukturális fehérje. A kollagént a saját szervezetünk is termeli, viszont az életkör előre haladtával egyre kisebb mértékben. Tehát 25 éves korunk után egyre kevesebb kollagén termelődik a szervezetben. Ezért pótolnunk kell, illetve megfelelő kiegészítőket használni ahhoz, hogy a kollagén szintézis optimális legyen a szervezetben. Mi lehet a gátja a kollagén termelésnek? A dohányzás, vagy a helytelen táplálkozás, a rendszeres, tartós, komoly UV-behatás, ez mind gátolja a kollagén szintézist, illetve a C-vitaminnek a hiánya. A C-vitamin alapvetően fontos abban a szempontból, hogy a szervezetünk megfelelő mennyiségű kollagén tudjon termelni. Miért is olyan fontos a kollagén? Szervezetünk fehérjének közel 30%-át alkotja a kollagén, jelen van akár a polcszövetben, akár a csontokban, közben az izomszövetben is, tehát az izom sejteknek tulajdonképpen az összetartását a kollagén oldja meg, emellett még a körömben, bőrben, tehát millió helyen feltalálható a szervezetben. Nézzük meg az első fontos mechanizmust, ami a kollagénre épül, ez pedig az ízületi mozgás. Az ízületben a csontok végét a porcszövet fedi, ez tulajdonképpen létrehozza azt, hogy egyáltalán tudunk mozogni, és ez nem jár fájdalommal. Ezekben a porcszövetekben, amelyek a csontvéket borítják, nincsen se ér, se nyirokér, se ideg. Ezek egy érdekes, diffúziós módon táplálkoznak. A porcszövetről annyit kell tudni, hogy a sejtállománya maximum 2%, a többit a sejt közötti állomány adja, aminek a közel kétharmada kollagén. Tehát nagyon fontos a porc épsége és funkcionalitása szempontjából, hogy megfelelő mennyiségű kollagén szintetizálódjon. Hogyan történik ez itt az ízületben? Ez egy érdekes mód, ez a diffúziós táplálkozás. Tulajdonképpen az ízületi folyadékból veszi fel a megfelelő különböző molekulákat, anyagokat a porc az anyag cseréjéhez. Tehát aminósavakat vesz föl ebből az ízületi folyadékból, és építi kollagénné, és lesz végül is a porcszöves struktúrájává. Ez úgy történik, hogy terhelés hatására a porcszövetből folyadék áramlik ki az ízületbe, majd nyugalmi szakaszban ebből az ízületi folyadékból a tápanyagok, illetve újra a víz visszakerül a porcszövetbe, és újra hidratálódik, és pörög az anyagcsere. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű kollagén metabolit, vagyis kollagént felépítő aminósav kerüljön az ízületi folyadékba, hogy abból egy optimális és megfelelő minőségű porcépítő építés összejön, és egy porcépítő folyamat generálódjon. Tehát anélkül, hogy megfelelő kollagént vinném be a szervezetbe, a porcunk nem fog megfelelő módon épülni, hanem a terhelések során kopni fog, és kialakul egy bizonyos artrózis, így hívják azt, amikor a porc elkopik, és a csontfelszínek kukucskálnak ki, és azok nagyon kellemetlenül tudnak surlódni, és fájdalommal jár a mozgás. A másik fontos terület, ahol a kollagén ki tudja fejteni a jótékony hatását, ez pedig a bőr. A bőrben szintén a kollagén adja meg azt a strukturális tartást, ami fontos ahhoz, hogy ne legyenek mély ráncaink, hogy a bőrünk szép legyen, rugalmas legyen és jól nézzen ki. Ehhez megfelelő mennyiségű kollagén kell. Köztudott, hogy 25 év felett már azért a kollagén termelés csökkent a szervezetben, ezért kénytelenek vagyunk ezt valamilyen módon fokozni és kiegészítőként bevinni a szervezetben. Hogyan történik ez a mechanizmus? Vannak bizonyos ígéretek, hogy szikesen kell hozzá, és szebb arcod lesz, mint valaha volt, mi megoldjuk neked, nulla ránc lesz két hónap használat után, és ilyen krémeket árulnak. Az a lényeg, hogy a krémeken keresztül a kollagén képtelen bejutni a szervezetbe, mert egy ekkora bazinagy molekula. A bőrön keresztül, ugyebár a bőr az egy barrier funkciót tölt be, tehát bizonyos gát különböző anyagoknak a felszívódására, főleg az ilyen hatalmas nagy molekuláknak abszolút, tehát semmilyen módon nem tud
a különböző arckrémekbe belerakott kollagén bejutni a szervezetbe bőrön keresztül, főleg a dermészbe, a bőr belső rétegébe, és ott ráadásul kialakítani egy olyan strukturális funkciót, ami csak egy szintetizált, tehát a bőrben kialakított kollagén számára megoldott. Tehát kívülről semmilyen mértékben nem tudunk bevinni kollagén, maximum ideiglenesen hidratálni tudjuk valamilyen módon a bőrt, de ez csak egy ideiglenes hatás. Igazán a kollagént a bőr belső struktúrájába csak szájon át tudjuk bevinni, tehát valamilyen módon el kell fogyasszuk azt a kollagént, és itt tud ebből az elfogyasztott kollagénból tud a szervezet újra kollagént építeni adott helyen. Hogyan is történik a kollagénnek az emésztése? A kollagén bekerül ugyebár a gyomorba, ahol sósav és pepszin hatással, sósav hatással denaturálódik, a pepszin pedig elkezdi darabolni. Tehát a nagyon nagy molekula elkezd kisebb molekulákká alakulni, de még ezek is bazi nagyok. Utána belekerül ez a vékonybélbe, ahol különböző enzimek hatására tovább szeletelődik, és egészen addig, amíg 1-2-3 molekulából álló peptid láncokká nem alakul. Ezek már képesek átjutni a bél falon, és bejutni a véráramba, és itt szállítódnak tovább. A 2-3 molekulát tartalmazó peptidek is lebomlanak egyetlen egy aminósavvá, és végül is aminósavak keringenek a vérben, amelyek igény szerint kerülnek felhasználásra. Így indul be tulajdonképpen a kollagénnek az építése az adott területen. Tehát akár a polcban, tehát belekerül az izületi folyadékba, a véráramon keresztül eljut különböző szövetekbe, és újraépíti a szervezet a pici aminósavakból a nagyon nagy kollagén molekulát. Nem csak azért jó a kollagén, mert a bőrben a ráncok mélységét tudja csökkenteni, hanem az utóbbi vizsgálatok azt is mutatták, hogy a cellulitisz kezelésében is jelentős szerepe van. A cellulitisz tulajdonképpen az, amikor a zsírszövet összetorlódik a kötőszöveti részek, és ilyen furcsa göröngyössé válik a bőr. Megfelelő kollagénpótlással ezt a göröngyösséget meg lehet szüntetni. Tehát nem csak az arcbőrünk lesz szebb, de esetleg egyéb területeken is, ahol úgy látjuk, hogy konkrét problémát okoz ez a kollagénhiány, ott is tudjuk javítani a struktúrát. Van egy rossz hírem a vegetáriánusok vagy a vegánok számára, nincsen növényi kollagén. A kollagén minden esetben állati eredetű, tehát különböző állati alkatrészekből állítják elő mai napon a kiegészítőket is. Korábban ez egyszerűbb volt, az emberek ugyebár úgy táplálkoztak, hogy elfogyasztották azt a megfelelő mennyiség kollagént, amit kellett, mert mit csináltak? Csontlevest főztek órákon keresztül, vagy kocsonyát főztek, vagy olyan állati részeket is elfogyasztottak, amelyben magas a kollagén tartalom. Tehát különböző porcrészeket, amiket ma már nem nagyon szoktunk, mert csak csirke mellett teszünk, ugye meg színhúsokat. Van egy nagyon fontos tény a kollagén szempontjából, és a kollagén szintézis szempontjából, mégpedig az, hogy C-vitamin nélkül nincs kollagén szintézis. Tehát ahhoz, hogy a szervezet megfelelő mennyiségű kollagént tudjon előállítani, ahhoz megfelelő mennyiségű C-vitaminra van szüksége. Hogy is történik ez? Úgy, hogy egy olyan kofaktora a C-vitamin, ami nélkül az egész mechanizmus nem megy végbe. És mi ennek a következménye? Halomkárosodás. Ha csak a korábban az izületeinkről beszéltünk, vagy esetleg a bőrünk állapotáról, de az ereink is tönkre mehetnek bele. Annak idején beszéltünk a skorbutról, aminek az volt az egyik jellegzetessége, hogy az erek tönkre mentek, megrepettek az érfalak, belső vérzések alakultak ki. Ez miért jött létre? Azért, mert nem volt megfelelő mennyiségű kollagén az érfalakban. Tehát az érfalnak tulajdonképpen a struktúráját, a szerkezeti stabilitását a kollagén adja. Az, hogy megfelelő mennyiségű kollagén legyen az érfalakban, az megfelelő mennyiségű C-vitaminra van szükségünk. A kollagén folyamatosan átépül, tehát a szervezetben is van egy olyan tipikus tevékenység, amit úgy hívom, hogy anyagcsere. Az anyagcsere azt jelenti, hogy cseréljük az anyagot. Tehát ahol bizonyos hibák voltak, kijavítja a szervezet, leépíti, újra struktúrája. Tehát ugyanúgy az érfalakban lévő kollagént is újraépíti folyamatosan a szervezet. Ha nincs elegedő C-vitaminje, akkor nem termeli újra. Mi történik akkor, hogyha kevés a C-vitamin, illetve kevés a kollagén? Akkor az érnek, az érfalnak a struktúrája megbomlik. Mint tudjuk, hogy folyamatosan egy nyomáskülönbség alakul ki az erekben, főleg az artériákban. Ahogy a szív összehúzódik, egy nagyobb nyomás lesz, kitágul az ér, abba marad, akkor összehúzódik. Ez a folyamatos tágulás, összehúzódás igénybe veszi az ereket.
Ha nincs elég kollagén és nincs elég C-vitamin, akkor az érfalak megsérülnek. A szervezet a sérülés helyére valamit be kell, hogy tömjön, vagy valamivel le kell vakolja azt a felületet, nehogy szivágás legyen, vagy különböző egyéb következmények az érfal sérülése miatt. Ilyenkor koleszterin kerül be oda. Az érfalon megtapad a koleszterin, ideig, óráig rendet is csinál, nem folyik ki a vér. Viszont ha ez a folyamatos terhelés ugyanúgy megvan, és a szervezet nem tudja olyan mértékben újraépíteni a kollagént, mert vagy kollagén nincs, vagy C-vitamin, vagy egyik sem, akkor a szervezet tovább próbálja stabilizálni az érfal állapotát, és kálcium csapódik ki ezeken a koleszterin molekulákon. Így alakul ki az érelmeszesedés. Tehát az érelmeszesedés egyik alapvető problematikája az, hogy nincs elég kollagénünk, vagy mert nem tudtunk szintetizálni, vagy mert nem fogyasztottunk elegendő mennyiségű olyan aminósavat, ami a kollagént építi föl. A következmény pedig az, hogy merev érfalak lesznek, amelyek a nyomásnak nem tudnak úgy ellenállni, illetve szűkebbek lesznek az átmérők, és bármikor olyan vérrög beszorulhat, aminek a következtében akár infarktus, akár stroke, vagy egyéb ilyen jellegű problémák állhatnak fönn. Tehát nagyon fontos, hogy legyen megfelelő C-vitamin és megfelelő mennyiségű kollagén, ahhoz, hogy az ereink jól működjenek. Ahhoz, hogy a szervezetünk 25 éves kor felett is jól működjön, mennyi kollagénre van szükségünk? A legutóbbi vizsgálatok, amiket szintén nem brit tudósok végeztek, azt állapították meg, hogy a legideálisabb az lenne, ha minden bevitt fehérje mennyiségünk 10%-át kollagén típusú fehérje alkotná. Tehát elég sok kollagént kell bevinni. Hogy van ez? Ez azért kell, hogy az az aminósabb profil, amit a kollagén képvisel, az minél nagyobb tételben legyen jelen az érrendszerben. Mert ha jelen van, akkor a szervezet könnyen tud abból kollagént építeni. Ez olyan, mint amikor adnak egy összerakhatós legós dobozt, és abban azok az alkatrészek vannak, amelyek azt az adott kis épületet, vagy autót, vagy bármit tulajdonképpen alkotják, és abból építi fel a szervezetek is, vagy abból építjük fel mi a legót. Na most, ha össze-vissza dobálják hozzá az alkatrészeket, akkor mindig össze tudok rakni félig valamit, vagy negyedig valamit, vagy valameddig, de nem tudom a komplett kis játékot összerakni, mert nincs meg hozzá az összes alkatrész. És a várható baromi sokáig, mire megjön. Tehát ezért fontos rengeteg kollagént fogyasztani, idézőjelben, tehát viszonylag sok kollagént, hogy könnyen fel tudja építeni a szervezet ezt. Különböző cégek forgalmaznak ilyen kollagén peptideket, amiről azt mondják, hogy ebből 6 kapszula mennyire jó, mert az ott majd pont az izületedet fogja felépíteni, az izületből hiányzó kollagén struktúrát fogja tudni felépíteni. Hát ezek is baromságok, mert ugyanúgy belekerül az érrendszerbe aminósavanként, és a szervezet ott veszi ki éppen, ahol igény van rá. Semmi garancia nincsen, hogy minimális kis adagú kollagénből a szervezet ugyanúgy helyre tudja állítani azt a hiányzó kollagén molekulát, ami egy adott szövet struktúrájából hiányzik. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiséggel pótoljuk ezt napi szinten. Mint látjuk, nem véletlenül ilyen felkapott és sikeres és sláger termék a kollagén. Egy a lényeg, fogyasztjuk, mert fontos a bőr, az izületeink, az izmaink, vagy akár a csontjaink szempontjából is. De nagyon fontos, ne kívülről próbáljuk begyömözkölni a bőrükön keresztül, hanem fogyasszuk el belsőlegesen, hogy megfelelő mennyiségű kollagén legyen a szervezetünkben, amiből a szervezet újra tudja strukturálni ezt a nagyon fontos fehérjét.